Jakab István az Országgyűlés alelnöke a Magosz elnöke szerint a program a magyarok összefogását tükrözi. Jakab István az Országgyűlés alelnöke a Magosz elnöke szerint a program a magyarok összefogását tükrözi, és lélekemelő, ahogy megmozdulnak a gazdák és felsorakoznak adományaikkal, bőjte Csaba árvái és a magyar rászorulók mögé. Először is a köszönetemet fejezzem ki. El kell mondjam, hogy Jász Nagykun Szolnok megye az elmúlt időszakban minden esztendőben a búzagyűjtés során az utána következő megye által gyűjtött mennyiségnek több mint a dupláját volt képes mindig összeadni. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy egy térség, egy megye szívvel, lélekkel dolgozik, erős összefogással, és mint ahogy elnök úr mondta, ahogy miniszter úr mondta, a szívdobbanása, a lélek rezdülése, az nagyon nagy mértékben segít bennünket abban, hogy az cselekvésé is váljon, a szavaknak is legyen ereje, tartalma. Kedves barátaim, 2010-ben amikor nemzetünk ismét magára talált, amikor lélekben és gazdaságban is erősödött a nemzet, gyarapodott a nemzet, amikor újra összefogtunk, amikor új alaptörvényünk született, amikor hittel, erővel álltunk neki az ország talprálításának, akkor indult el útjára a Magyarok Kenyere program, 10 tonna gabonával. Az elmúlt esztendőben, a tíz éves évfordulón, 1100 tonna gabonát gyűjtöttünk össze, gyűjt, adtak össze a magyar gazdák, adtak össze a magyar gazdák, mert ezt nem kényszerrel, nem ráhatással, hanem tiszta szívvel hozzák a gazdák, kérni sem kell, csak a lehetőséget megteremteni, hogy hova. Mit jelent ez számunkra? Azt jelenti, hogy ebben a magyar gazdatársadalom egy akkora erő van, ami képes a nemzetnek is példát adni. Magyarok kenyere 15 millió búzaszem. Igen, mint ahogy a 15 millió búzaszem liszté őrölve a kenyérben ölt testet, úgy a 15 millió magyar a nemzetben egyesül. Mint elhangzott, augusztus 6-án ópuszta szerel lesz a búza ahová a világ minden tájáról érkeznek majd delegációk. Ebben az esztendőben Ópusztaszeren lesz a Búza ünnepe. usztasz jön, nem csak a Kárpát-medence magyarsága. usára jön a világ magyarságának nagyon sok képviselője. Nem csak Európából, hanem paragvájtól az Egyesült Államokon át, ahol magyarok élnek bizony nagyon sok helyről elküldik képviselőiket. És mi is elküldjük, az összeöntött búzából készült lisztet, hogy ők is meg tudják sütni, el tudják készíteni a magyarok kenyerét. Mert összetartozunk, lélekben összetartozunk, egy család vagyunk, mint ahogy mondjuk, egy kenyéren vagyunk. Közös a sorsunk, örömünk, bánatunk, felelősségünk egymás iránt. És ez a nemzeti összetartozás az, ami visz bennünket előre a kihívások során, hisz sorozatos kihívások előtt állunk, de mint ahogy érzékelték, érzékeltétek, minden egyes rezdülésre lépünk, mozdulunk, és ha kell, akkor ott vagyunk a kormányunk mellett, mert értjük egymást, és tudjuk, hogy azonosak a céljaink.